sportolója alkalmából rendezett rendezvény sorozatunk záró szakmai napja alkalmából. Külön tisztelettel köszöntöm körünkben megjelent Talabér Mártát, a megyei országgyűlési képviselőt, vagyis nem megyei, de országgyűlési képviselőt. Sebestyén József urat, a Közép-Dunántúli Regionális Iroda vezetőjét. Wolfhard Zsuzsannát, a Közép-Dunántúli Regionális Iroda munkatársát és a Magas-Bakonyi Iskola Szövetség elnökét. Szélesné dr. Ferenc Editet, egyetemi docest, a mai nap szakmai. Kovácsné Tovak Mártát, óvodai szakértőt. A Magas-Bakonyi Iskola Szövetségről Burján kollega, nem tudom, még nem érkezett meg. Ingmándiné Heglink Gabriellát, az Érci óvodai intézmény vezetőket. És nem tudom, hogy megjelentett, Hoffmann és Siposzt. Köszöntöm a helyi vezetőnket, Albert Mihály polgármester urat, Kurján Sándorné jegyzőasszonyt, Bálintét, a Szápári közgyűlési polgármester urat, és Németh Vilmos intézményvezető urat, megjelent képviselőinket, minden kollégát, régit, újat és technikai dolgozott, környékbéli vezetőket és mindannyiótokat nagyon nagy szeretettel. Sajnos többen is távoztak már munkatársaink közül, egy vezetőnk és öt fő kollega hunyt el. Most emlékezzünk rövid néma felállásra. Köszönöm. Foglaljanak el. Engedjék meg, hogy megköszönjem a polgármester úrnak, a képviselőknek, az intézményvezető úrnak a támogatását, és a körbinek, és más támogatóinknak is, hogy ezt a szép napot létrehozhattuk. Köszönöm a kollégák segítségét, támogatását a programok létrejöttében, az élelmezés vezetőnek és minden technikai dolgozónak a sok-sok munkát, ami erre a napra tevődött. Úgy érzem, az egész heti rendezvény sorozatunk jól sikerül, és remélem a mai zárónapunkkal is megelégedettek lesznek. Most pedig átadnám a szót Albert Mihály polgármesterünknek. Tisztelettel és szeretettel üdvözlök minden meghívott vendéget, minden jelenlévőt, régi dolgozóinkat, és különös tekintettel én is szeretném üdvözölni körünkben országgyűlési képviselőnket, Talabér Mártát, akinek elég kevés a szabad ideje, de annak ellenére megtisztelt bennünket jelenlétével. Mit is mondjunk? Tehát igazából az önkormányzat képviselőtestületének a képviseletébe beszélek. Amit összetudnák foglalni erről az elmúlt 10 évről, amikor a 30 éves találkozó megvolt, az lenne, hogy valójában ez alatt az évtized alatt működési, likviditási gondjaink elsősorban az intézménynek a vonatkozásában nem merültek fel, de hál' Isten egyébként se. Úgy gondolom, hogy amit tetszettek is látni az óvodai bejelentkezésnél a tisztelt vendégek, mindig tudtunk minden évben egy kis karbatartást, egy kis fejlesztést beletenni, tehát úgy érzem, hogy az óvodánknak az esztétikai környezete, illetve annak ellenére, hogy elég idős, öreg az az épület, a rendbetartása biztos, a megítésem szerint a jó közepes színvonalat megüti. Nagyon sok óvodába, iskolába jártam én is, ahol nem tudtak még ilyen bensőséges, meghitt állapotokat se biztosítani a kisgyermekeink számára.
Ami még nagyon lényeges és említésre méltó, hogy sajnos még ezelőtt 10 évvel, amikor a 30 éves évfordulónkat ünnepeltük, akkor még sokkal több gyermek született, és akkor közel 100 gyermeket láttunk el, illetve gondoztunk, fogadtunk be a Szápári Intézmény társulással együtt, tehát ami azt jelenti, hogy 4 csoportos óvodát üzemeltettünk, ebből 3 csoport Csetényben volt, 1 csoport Szápáron. Most viszont ez alatt az évtized alatt, ami nem csak a Csetény községre, hanem általában a falvakra jellemző, rohamosan csökkent a gyermekek létszáma, illetve a születések száma, és körülbelül, hogy a számokat, számok tükrében mondjam, 25%-os létszám csökkenés következett be, ami azt eredményezte, hogy gazdasági érdekekből és a racionalitás megteremtés érdekében 3 csoportra csökkent a 4 csoportunk az intézmény fenntartó társulással együtt. Na most az intézmény fenntartó társulással Szápárral úgy érzem, hogy jó az együttműködésünk, bízom benne, hogy ők is úgy érzik el, és ez mindenképp indokolt és racionális megoldás volt az állami normatívák és az egyéb körülmények figyelembevételével. Reméljük, hogy ez a társulás még a jövőben is gyümölcsöző és működőképes lesz. Valamint azt szeretném még a mai naphoz hozzáfűzni, hogy örülök annak, hogy a Nyugat-Magyarországi Egyetem képviseletében a docens hölgy is jelen van, aki biztos, hogy a szakterületéről komoly, fontos dolgokat fog megosztani velünk, és le fogja kötni maximálisan a figyelmünket, amit én előre is köszönök neki. És ezek az alkalmak nem csak arra jó, hogy a régi volt dolgozóink, akik részben már nyugdíjasok, részben pedig valamilyen okból már nem a dolgozóink, egy kis találkozót, eszmecserét folytassanak le, hanem arra is, hogy végül a jelenlévő szakemberek, óvodapedagógusok és egyéb információval rendelkező kompetens cégek hasznos szakmai tanácsokat, utmutatásokat adjanak majd a büfé után, és ahhoz pedig, és javaslom azt, hogy akár este 6 óráig is rendelkezésre álljon a terem, és nem kell senkinek hazamennie, tehát mindenki érezze kellemesen is otthon magát a régi ismerősök, barátok között, és akkor azt követően pedig egy kis szerény vendéglátással minden jelenlévőt megvendégelünk, és ahhoz pedig nagyon jó étvágyat, nagyon jó szórakozást, és 10 év múlva ismételten egy 50 éves találkozót remélünk, hogyha nem is ugyanebben a felállásban, de bízunk benne, hogy meg fogjuk tudni, hogy az is ünnepelni. És mindenkinek szép napot kívánok. Köszönöm szépen. Köszönöm, polgármester úr, hozzászólását és köszöntését, most pedig átadom a talapért, mert a Országgyűlési képviselőnek. Köszönöm, és szeretném megköszönni a meghívást. A polgármester azt mondta, hogy elfoglalt vagyok, ez való igaz, de ezzel együtt igyekszem rendszeresen eljárni a különböző településekre, és Csetényben is voltam nem olyan régen egy bárban, azt egy szülői munkaközösség által szervezett bár volt, úgyhogy én igyekszem a települést gyakran látogatni, és nem csak protokollális vagy hivatalos rendezvények, hanem kötetlenebb alkalmakkor is találkozni az itt élőkkel. Tisztelt polgármester, tisztelt jelenlévők! Én azt gondolom, hogy egy óvoda jelentőségét egy település életében a megtartó erő szempontjából is meg lehet közelíteni, és szerintem ez napjainkban az egyik legfontosabb szempont egy kis település életében. A polgármester úr utalt arra, hogy korábban itt is jóval több gyermek született, azonban én azt hiszem, hogy ha csökken is a gyermeklétszám, a itt élőknek, az itteni településvezetésnek az egy nagyon fontos feladata, hogy minél jobb körülményeket teremtsen azoknak a gyermekeknek, és rajtuk keresztül a családjaiknak, hogy a település jövőjét is, illetve a felettük lévő iskola működését is biztosítani tudja. Fontosak az ilyen pillanatok azért is, mert ahogy az emberek életében vannak ünnepi pillanatok, intézmények életében is vannak.
és ez alkalmat ad arra, hogy mindig megálljunk egy kicsit és számot vessünk. Akkor itt 10 évente történik ilyen jellegű számvetés. Le lehet mérni, hogy milyen szakmai fejlődés történt, illetve ami egy nagyon szimpatikus gesztus, hogy meghívják a korábbi munkatársakat, vezetőket, függetlenül attól, hogy valóban nyugdíjba mentek, vagy másik intézménybe távoztak és folytatták a szakmai életüket. Én kívánom, hogy Csetlényben az óvoda az egy töretlen fejlődési úton haladjon. Hallottam, hogy itt vannak elképzelések. Én a polgármester úrat is arra bíztatom, hogyha jó megkeresések vannak, jó ötletek vannak az óvoda fejlesztésével kapcsolatban, amely azt támogassa képviselőtestület többi tagjával együtt, és tényleg azt kívánom, hogy egy jól működő, jó színvonalú óvodája legyen a kereszteknek, illetve adott esetben a környékről ide érkező gyermekeknek. Köszönöm szépen! Most pedig felkérem Németh Vilmos intézményvezető urat. Köszönöm. Azt gondolom, hogy az óvónéniknek ez a kis füzetecske elég sokat mond. Ez a Martonvásári Óvoda Történeti Múzeumnak a kiadványa. És én most visszaugranék majdnem 200 esztendőt a történelemben, de ne tessen meg megijedni, nem lesz ilyen hosszú a beszédem, hogy mint a 200 évet végig regéljem. Tisztelt vendégeink! Kedves régi és jelenlegi dolgozók, meghívott vendégek. 1828-ban Brunswick Teréz gondolt egy nagyot, olyan nagyot gondolt, amit mi most itt ünnepelünk, a mi óvodánk 40 éves évfordulóján. Ő azt gondolta, hogy az addig a családban nevelődő, vagy esetlegesen nem nevelődő gyermekeket, és különösen a szegény sorsú gyermekeket összegyűjti, és egy kis dadó volt létesített. 11 gyermek volt az első kis dadóvóban. Az év végére két kis dadóvó működött, már 150 gyermeknek adva biztonságot, meleget, és ami nagy szó, amit mi már nem ismerünk, ételt. Mi már nem tudjuk, mi az, hogy éhezni, akkor nagyon sok jelentette, hogy mit jelent ez. Brunswick Teréz vezérgondolata az volt, a nevelés teszi az embert, az ember teremti a hazát. És azt gondolom, az itt ülő óvónéniket, dajkákat, ez a gondolat ma is vezérelhet, és vezérel is. Hiszen mi az iskolában, akik a hozzánk feljövő gyermekeket tovább neveljük, tapasztaljuk ezt a gondos, figyelmes, odaadó, melegszívű nevelést. Természetesen nem hagyhatjuk ki a család szerepét sem, hiszen amit otthonról hoznak a gyermekek, az óvónénik, a dadusok, vagy az iskolában mi a tanárok, csak arra tudunk építeni. És ha ez közös cél, ezt megfogalmazva, ezt a célt megfogalmazva közösen tudunk a gyermekeink nevelési tevékenykedni, akkor a hazának, ennek az országnak olyan gyermekeket tudunk nevelni, amelyek valóban a Brunswick Terézi gondolatot viszik tovább. Ebben az óvodában Majtényi Flórának van egy gyönyörű szép verse, és engedjék meg, hogy ezzel zárjam a gondolataimat, illetve ennek a versnek első és utolsó szakaszával. Édesapa, édesanya, mondjátok csak, mi a haza? Tán a ház, amelyben vagyunk, amelyben mindnyájan lakunk. És végigvezeti a vers a környéken, a környék természeti szépségein a kisgyermeket, míg végül odajut az utolsó verszakban. Ez a föld, mely drága nekünk, melyet legjobban szeretünk.
ahova, bármerre járunk, mindig, mindig visszavárjuk. És azt gondolom, hogy a mai óvodát, a mai óvonéniket, a mai dadusokat ezek a gondolatok jellemzik. És nagyon röviden pár szót hadd szóljak még magáról az óvodáról, és az, arról az intézményről, amelyben mindjárt dolgozunk. Egy iskola és kettő óra tartozik most ehhez az intézményhez, amelyet, hát mindjárt tudjátok, a mostani törvény szerint majd meg kell, hogy bontsunk, és sajnos ebben a folyamatban eléggé benne vagyunk. A Csetényi óvodában 60 gyermek, 4 óvónő és 2 dajka felügyeletével, a Szápári óvodában 17 gyermek, 1 óvónő és 1 dajka felügyeletével kapja nap mint nap azt az odaadó nevelést, amelyet tapasztalunk. Szeptembertől, gyakorlatilag szeptembertől ez megszűnik, tehát az iskola állami fenntartásba fog működni, és az óvodák pedig maradnak az önkormányzatoknál. Ennek a gyakorlati oldalát reméljük, hogy nem fogják megérezni sem a szülők, sem pedig a gyerekek, ők azt fogják érezni, hogy az óvoda és az iskola most is ugyanolyan jól fog, vagy szeptemberben is ugyanolyan jól fog működni, mint ahogy most működik. Én a mai napon kívánok mindenkinek nagyon szép, és hát időjárás is hozzásegített bennünket, derűs napot, és a szakmai eszmecserék mellett jusson idő egy kicsit az emberi gondolatok cseréjére is. Köszönöm, és akkor átadnám a szót. Köszönöm szépen intézményvezető úrnak a köszöntőjét. Szép emlékeket jutatott eszünkbe, mivel óvonainkkel voltunk Martonvásáron, és nagyon jó kirándulás volt, és ez igazán most eszedbe jutottak ezek az élmények. Most pedig kérem önöket, hogy hallgassák meg egy kis rövid beszámolómat, hogy mi történt 72 és 2012 között a óvodánkban. 1972-ben egy csoporttal nyitott óvodánk 38 fővel. Az intézmény vezetője Puskás Tibor volt. Ő alapította tulajdonképpen, meg ő segítette az egész óvoda megalakulását itt Csepényben. Galló Nándorné volt akkor az óvoda vezető, fél évig. Aztán követte Boda Piroska, aki utána 73-tól, Jancsis Istvánné Virág lett a vezető óvonő 1979-ig, amíg Gyesen volt, Szegvári Judit volt a helyettese. A régi lelkész lakásból alakították át az óvodát, így az a rész már nagyon régi. Az udvari játékokat annak idején a helyi TSZ dolgozói készítették sok-sok társadalmi munkában. 1974-ben lett 2 csoportos az óvoda, 1976-tól pedig már 3 csoporttal működött. Én 79-ben vettem át az óvodát, 33 éve. 4 képesítés nélkülivel kezdtem a munkát, de aztán hamarosan már csak 1 kép nélküli lett, aztán pedig mindenki végzett óvonővé vált. Sokan távoztak is az óvodából, volt fluktuáció később, de most már egy elég stabil csapatunk van. 80 és 81-ben épült az új szán, ahol az irodák kaptak helyet, és az élelmezés vezetőnek irodája, raktár, szertár, stb. Költöző a dolgozók számára. Nagy örömmel vettük birtokunkba ezeket a helyiségeket. 1982-ben készült el az óvoda kerítése társadalmi munkával szintén, melyben a dolgozók is részt vettek. 83-84-ben elkészült az udvaron a kisház, új homokozó, kaptunk Kapitány Barna és Molnár István szülőktől elefántmászókát és nagyon sok ilyen fémjátékokat. 1984-85-ös tanévben megint sok lett a képesítés nélküli, mivel az óvoda pedagógusai közül elköltöztek, szültek, és akkor volt egy ilyen rövid időszakunk.
1984-ben lett óvodánk önálló, és a Szápádi óvoda is akkor hozzánk tartozott. Gyesem alatt Bódai Tünde, majd pedig Lennár Margit vezette az óvodát. Igyekeztünk minden pályázati lehetőséget kihasználni, és többször nyertünk is pénzt, melyeket az óvoda felszereltségére igyekeztünk költeni. Volt, amikor díszfákra, gyümölcsfákra is pályáztunk eredményesen. 1985-ben készült el az óvoda központi fűtése, amelynek nagyon örültünk, mert előtte olajfűtés volt, és az mindig féltünk, hogy valami balesetet okozhat. 1988-ban megrepett az óvodának az újépítésű díszfala, ahol a két csoport van, és itt komoly alábetonodási munkákat kellett végrehajtani. Ezután az épületet újra pucolták. 1995-ben teljesen belső felújítás történt, nagyon sokat dolgoztak az óvónők, a falat díszítéséből, fészből festettek képeket, szépé tették óvodánkat. 1997-ben tartottuk meg a óvodánk 25. évfordulóját, melyet Ott Marian, a Benedek Elek óvónőképző intézet tanára adott elő. Nagy sikere volt annyira is. Dajkáink mindannyian elvégezték a dajszaképzőt. 2000-ben ajzatfelújítás történt a csoportszobákban, és az ajtók, ablakok lefestése is megtörtént. Új bejárati vaskaput is kaptunk. 2001-ben pályázati segítséggel udvari fajátékokat vásároltunk. Az önkormányzat pedig új asztalokat és székeket vásárolt a csoportoknak, és bővítettük a testnevelés eszközeit. 2002-ben megtartottuk a 30. évfordulót is, szintén nagy sikerrel, több megyei vezetőjével részt, előadónk Stöcker Károlyné volt, szintén a Benedek Elek főiskoláról, volt képző főiskoláról. Akkor beszéltük meg, hogy utána mindig 10 évenként fogjuk tartani ezeket a megemlékezéseket. Arra az alkalomra kaptuk az első galériánkat, aminek nagyon örültek a gyerekek. Továbbá új fűkönyöket vásároltunk, felújították a mosdók ajzatát. 2003-ban pedig a konyhakapot, melegítőpultot, zsámolyt, bevezették a gázt. A szápári konyha akkor megszűnt, így attól kezdve tőlünk szállítják az ebédet, az ételt. 2007-ben nagy változás történt, az önkormányzat leépítette óvodánkat a gyerekhiány miatt. Azóta két csoporttal működünk. Így két óvodapedagógustól és egy dajkától kellett búcsúznunk. Talán ez volt a legnehezebb időszakunk. De ekkor kezdődött óvodánkban egy kellemes meseszínház is, amelynek előadásai és kiállításai évről évre sikerrel működnek. A darabok rendezője Nagy Tiborné kolléganőm vezetőhelyettesen. De részt vesznek dolgozói, szülők, konyhások, mindenki szép számmal, ami szerintem nagyon, nagyon jó. 2008-ban megszépült az óvoda udvar, szépen lerakott úttal, kaptunk új mászókát, új csúszdát. Orgáné Molnár Emília eszemkásta kezdeményezésére gyűjtöttük az 1-2 forintosokat, aminek eredményeként 2 darab új szemetest kaptunk az udvarra, és esernyőtartót is fából. Nagyon szépen. Továbbá 2 darab rugós játékot kaptunk az önkormányzattól az udvarra, a gyerekek örömére. 2009-ben megtörténtek a külső ablakok cseréje a téli szünetben, majd nyáron a belső ablakok és az ajtók cseréje is megtörtént fehér műanyagra. Annak is örültünk. 2010-ben festés volt a termekben, folyosókon. Nagyon szépen megújultunk. Az óvodai mesi színház bevételéből pedig álmennyezet készült, és igyekeztünk a gyerekeknek a kiránduláshoz is pénzt juttatni.
2011-ben nagy csoportban parkettacsiszolás, lapkozás volt, konyhába is, a raktárba is csempésztünk, tornatermünket festettük, úgyhogy nagyon sok munka volt akkor is, javult az óvoda. 2012-re kértük, hogy új öltöző szekrényeket vehessünk, melyet már meg is kaptunk erre a 40. évfordulóra, és nagyon hálásan köszönjük. Szeretnénk még egy-két új dolgot, új nevelőasztal, mosdókat, csempét felújítani, és játékpolcokat, de mindennek hálásak vagyunk, amit eddig is kaptunk. És nagyon szépen köszönjük ezt a mai napot is még egyszer, hogy így eljutunk meg felhezni. Szerettünk volna névváltoztatást is erre az alkalomra, de mint hallották, szervezeti átalakítás lesz, és ezzel én nézünk, így ez nem lett volna most célszerű. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és most pedig felkérném az intézményvezető urat, és Magyarni Kovács Évükót, mivel az óvodák között rajzversenyt indítottunk, és díjaztuk őket, hogy adják el ezeket a díjakat. Mert országgyűlési képviselő asszonynak elfoglaltsága van, és a rajz pályázatokat a díjazása a második kormányban. Mi szeretnénk megköszönni azoknak a meghívott vendégeknek a munkát, amely nem olyan látványos a hétköznapokban, mint egy-egy ilyen ünnepség. De egy országgyűlési képviselő, és itt a szakmai intézeteket képviselő nagyon sokat tesznek azért, hogy itt ezen a településen a gyermekek ilyen intézményekre járhassanak. Ez az a munka, amit nem látunk, amit nagyon ritkán tapasztalunk meg személyesen, de mindjárt tudjuk, hogy enélkül a munka nélkül nem létezhetnének a települések, nem létezhetnének a települések, mint az intézmények, és a gyermekeink nem járhatnának ilyen körülmények között óvodába és iskolába. És szeretném megköszönni országgyűlési képviselő asszonynak a munkáját. Köszönjük a gyerekeket, és hát a továbbá is.
Vargáné Kovács Juditot. Nagy Tiborné Olonyi. És nálunk a konyha együttműködik az óvodával, szinte elválaszthatatlanul, és úgy gondoljuk, hogy az ő részük is ugyanolyan jelentős, mint a óvodák és a dödösöké. Szeretnénk őket is egy-egy ilyen emlékeinkben megvetni. Érdi Csizmadia Edina, Sakásnál. Nem maradhatunk élen. Magyar Lászlóné, ő a konyha vezetője. És azért hangozzék el a másik szakásnének is a neve, aki most is helytáll, Horváth Néhez Zsuzsa, ő neki természetesen. És most elnézést kérek, ez már műsoron kívül van egy picit. Emléknap nélkül szeretnék átadni a szakértőnknek. Mondja részesen. Hoffmanné Sikors Máriának. Szintén egy emlékkönyv. És akkor most jöjjön a óvodáknak a díjazása. A beérkezett rajzok között nem tettük különbséget, tehát nincs első, második, harmadik, negyedik és többi helyezés. Mindenkit egyformán szerettünk volna díjazni, akinek a munkáját úgy ítélte meg a zsűri, hogy a díjra érdemes. Az egyéni díjazottak névsorát mondanám most, és felkérném jegyzőasszonyunkat, hogy legyen szíves segítsen a díjak átadásában. Kottyán Sándorné jegyzőasszony. A Bakony Nálnai egyéni díjazottak díját legyen szíves átvinni a képviselő óvónéni. Jakab Kunor Nándor, Pallert Petra, Fajas Enikő, Endres Kamilla és Hegedűs Zsófia. Aurórát, ha itt van, és a kísérőjét.
Mária óvodának a két díjazója, Dobos Dominika és Takács Anna. Kérem, hogy jöjjön. Kiéből? Anyja vagyok, nem vagyok. Héja vagyok, eltapom!
figyelmüket, hogy nem 45 percet, hanem többet is végigültek itt velünk, eltöltöttek velünk. Reméljük, hogy hasznos volt, és reméljük azt, hogy fel is töltöttek egy kicsit, és visznek haza olyan élményeket, amelyből lehet egy-két napra, vagy esetleg egy-két hétre erőt meríteni. Most pedig